Tisztelt egybegyűltek, kedves barátaim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Somorja polgármestereként köszönhetem az idén fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Híd-Vegyeskart. 50 év, egy fél évszázad. Ennyi idő telt el azóta, hogy somorjai pedagógusok egy lelkes csoportja toborozni kezdte ezzel énekelni szerető kollégákat és a Csemadok Daloskör akkori tagjait egy énekkarhoz. A kezdeményezés olyan jó visszhangra talált, hogy nem sokára már neves szakemberek, kardagyok irányították a csoport művészeti munkáját, és hamarosan jöttek az első sikeres szereplések a csalók közül és az akkori Csehszlovákián túl Magyarországon, Erdélyben, Csehországban, Ausztriában, sőt Hollandiában is. Az együttes mindenütt városunk jó hírnevét eredmítette. Nagy idő ez az 50 év? Vagy sem? Nem egyszerű megítélni. Emberi léptékkel mérve mindenképp az, a történelem szempontjából viszont elenyészően kevés. Mégis, ha végigtekintünk az elmúlt fél évszázadon, azt látjuk, hogy bizony gyakran próbára tett bennünket. Bőven voltak olyan időszakok az elmúlt 5 évtizedben, amelyek sok nem nagyon kedvezte a kisebbségi kultúrának, az együtteseknek, csoportoknak. De a Somorjai Híd-Vegyeskar élvezve mindenkor a városvezetés támogatását, sikerrel vette az akadályokat, fennmaradt, kimagasló eredményeket ért el, idén pedig a városvezető alkalmából átvehette a próbadíjat. Mindez azt bizonyítja az érték, amelyet munkásságával teremtett, időtávon. A híd jelkép múltunk és a jövőnk között. Ilyen szerepet tölt be a Híd Vegyeskar Somorja kulturális életében, értékteremtő munkájával, jó példaként szolgálva fiatalabb generációknak. További munkájukhoz sok sikert kívánok! Tudi diákjai, ja som veľmi rád, že ako primátor tohto mesta sa môžem zúčastniť týchto krásnych oslav. Pred 50 rokmi bola založený spevácky zbor Híd. Nadšení pedagógovia, ktorí samozrejme s asistenciou veľmi dobrých dirigentov dobili dobré meno pre naše mesto a časom na čas sa zlepšili nie len bývalom Československu, ale ako som spomínal, dobili dobré meno aj Maďarsku, Čechách, Rakúsku aj Holandsku. Nech podporujú alebo nejakým spôsobom, nech sú vzormi mladé generácie, veď nie je ľahké obdobia prežili, napriek tomu s podporou mesta si myslím, že vždy robili, aby som spomínal ešte raz dobré meno nášmu mestu, ďaká tomu v tomto roku dostali najvyššie ocenenie nášho mesta pro úpe. Nech sú vzorom, ako som spomínal, pre ďalšiu generáciu, krásny deň vám prajem všetkým. Áldást és békességet kívánok, köszöntünk mindenkit nagy szeretettel a Somorjai Református Egyházközség templomában, és hadd kezdjem azzal, hogy Isten éltesse a Híd Vegyeskart, és Isten éltesse az éneklő Somorját. Zsoltárok könyve 71. részében, a 22. és 23. versben itt találjuk Isten üzenetét. Én is magasztalok, árfával, hűségedért, Istenem, lantot pengetve éneklek neked, Izrael szentje. Fújjon az ajkam, ha neked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál. Ámen. A harmónia nem emberi találmány. A harmónia az mennyei ajánlás. Mindenki, aki énekel, Istennel kerül összhangba, ki mélyebben, ki felületesebben. Kodály Zoltán azt mondta, hogy vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be, mert teljes lelki élet nincs zene nélkül. Ezért valóban nagy öröm, hogy a Híd Vegyeskar mellett harmónia klasszika, és ki tudja még hány műhely, forrás pontja magából Somorján a muzsikát, a melódiát, a dallamot. Ahogy polgármester úr mondta, 50 év nagy idő, szerintem kevés. Kívánjuk nekik legalább 100-at még. Szóval Isten éltesse a Híd Vegyeskart és az éneklő Somorját. Áldás!
hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Szeretettel köszöntöm Önöket a mai jubileumi koncertünkön. Az immár 50 éves hídvegyes kar áll mögöttem, és készülünk az ünnepi koncertünkre, amelyet a Harmónia Klasszika és a Bátaszéki Pedagógus Kórus tesz színesebbé. Engedjék meg, hogy a koncertünk elején megemlékezzünk alapító karnagyunkra, Postaller Lászlóra és Hecht Annika karnagyra, valamint minden volt kórustagunkra. Vážené obecenstvo, vítám vás na našom jubilejnom koncertje. Prajem vám príjemný umelecký zážitok. A mai műsorunkban, mint ahogy említettem, közreműködik a Harmónia Klasszika Hegyi Brigitta művészeti vezetésével, a Bátaszéki Pedagógus Kórus Pajor Márta karmester vezetésével, és mindannyiunknak kívánunk kellemes szórakozást. Thank you.
tanszéki pedagógus kórust hallgatják, akikkel immár 25 éves barátság fűzi össze a hívvegyes kar. Kellemes szereplést kívánom mindenkinek! Thank you.
különböző falvakból. Tudjuk, hogy Fölvidék leghagyományőrző és legarchaikusabb dalai zoborvidéken találunk meg. Négy falból fogunk elénekelni egy hasonló, ugyanazt a népdalnak a variánsát, és aztán pedig a kórussal Szijjártó Jenő öt kurta kórust ír, és az első dal ennek a zoborvidéki dalnak a földolgozása. Felmegyek a hegyre, ellenézek a hőbe, ott látom galambom a virágos kedvem. Déli feketébe, délután fehérbe, este felé pedig sárga Szilifánk odarka, fekete madárka, tudja a szép leány, ki az ő galambja. Estélyi csillagok szépen ragyogjatok az én galambomnak. Jó
illetve az utolsó dallam. Szeretném megköszönni szponzoraimnak, Pis Lászlónak, Cucc Istvánnak, Vörös Károlynak, Jávorka Tamásnak, Csémi Tibornak, Kósa Lajosnak, Fekete Rolandnak, Somorja városának és a Kultminornak, hogy anyagi segítségükkel hozzájárultak a mai műsorunkhoz. Köszönjük a Somorjai Református Egyházközségnek, hogy lehetővé tették számunkra a koncert megszervezését. Tisztelt közönségünk, a koncert után lehetőség van adomány adakozásra. A bejárat mellett elhelyezett persejben tehetik az adományaikat, amelyeket énekkarunk a Somorjai Református templom új orgonájának a megvételére ajánl fel. Ďakujeme za vašu účasť na našom koncerte a prajeme vám pekný zvyšok večera. Köszönjük, hogy meghallgattak minket. További kellemes estét kívánok mindannyiunknak.